A Dino Wrestler egy archetype a Yu-Gi-Oh! Kártyajátékon belül, ami a Soul Fusion, Dark Neostorm, Rising Rampage és Chaos Impact csomagokban jelent meg. De benne voltak a 2019-es és 20-as teambe is, az egyik lapja pedig helyet kapott a Duel Devastatorben. Jelenleg 16 szörnye van, amiből egy nem jelent még meg TCG-ben, pedig igencsak kellene ahhoz, hogy Pure-ben is eredményesen lehessen használni a paklit. Ha az extrás lényeit nézzük, akkor igen vegyes pakliról beszélünk, lévén, hogy egyaránt van Link, Fúzió és Szinkró szörnye is. A lapok kivétel nélkül dino típusúak, és egy lapot leszámítva az összes föld attribútumuk. Dino Wrestler QL az illét kivételével minden nem Link lapjának nulla a defense pontja. A szörnyek neve és kinézete mindig valamilyen dinoszaurusz és egy harcművészet kombinációjából jön létre. Például Capoeiraptor, ami ugye a Capoeira és a Velociraptorból. Vagy King T-Rex-től, ami a Tyrannosaurus és a birkózás. Magát a paklit Onizuka Go használta a Brains második évadjában. Itt érdemes megemlíteni, hogy ez a pakli mai napig nem teljes, ugyanis sok olyan lap van, ami az animében létezik, a valóságban viszont nem. Persze ez nem jelenti azt, hogy akkor lesz teljes a pakli, ha minden animében használt lapja ki lesz adva, mert vannak csak anime-only lapok, de ebben az esetben egyértelműen látszik, hogy valami hiányzik belőle. Összvisz két spellje van, az egyik egy fúziós spell, a másik pedig egy field spell. Trapje nincs is. Pedig mennyire jó lenne, ha tényleg létezne a Crazy Evolution lap? Szóval a pak légen hiányos, de igazából az általános dinókhoz tartozó lapokkal egész jól ki lehet egészíteni, például a Fossil Dig itt is ugyanolyan tökéletesen működik, mint máshol. Az erősségük egyértelműen az extrában van, de ha tisztán játszod, akkor maximum a szinkró szörnyét tudod lehozni viszonylag könnyen, úgyhogy mindenképpen igényli a pakli a vegyítést. Egy Link 2-es szörnye van, ami csak a további linkelés miatt létezik, de arra viszont egészen jó. A többi extrásra viszont Boss Monster. Ez az archetype nagymértékben támaszkodik arra, hogy uralja a Battle Face-t. Mindhárom Boss Monsterjének van egy olyan közös effektje, hogy az ellenfél nem aktiválhat spell trap-et egy csata során, csak a damage step után. Továbbá mindhárom magára vonja az ellenfél figyelmét, ugyanis ha a fielden van bármelyik boss, akkor az ellenfél csak azt targetolhatja támadáskor. Ebből vicces dolgok is szoktak születni, például ha az egyikből több van lent. De mint mondtam, erre kicsi az esély. Ezek voltak a közös effektjeik, és most jön a java. A King T-Rex-től az ellenfél csatafázisának kezdetén targetol egy támadóállásban levő szörnyet az ellenfélnél, és a battle phase alatt az ellenfél nem támadhat addig más szörnyekkel, amíg a kiválasztott nem támad. Ha viszont nem támad, akkor a battle phase végén elpusztul. A Giga Spinosavit körönként egyszer targetol egy szörnyet az ellenfélnél, és elpusztítja azt. Sajnos ez az effekt nem quick effektes, de ha meg az volna, akkor azért nyavajognék, mert akkor elég ütős lap lenne. Ha ez a kártya pusztul a csatában, vagy effekt által, akkor elpusztíthatsz a térfeleden egy egyéb lapot helyette. A Chimera T-Rex-től piercinggel, és ha elpusztít egy szörnyet csatában, akkor kap 500 támadópontot. Ha esetleg elpusztulna effekt által, akkor viszi magával az összes támadóállásban levő szörnyet az ellenfél térfeléről. Ezeket a bivaj szörnyeket a bivaj boci effektjükkel még meg lehet fejelni azzal, ha aktiválod melléjük a Dino Wrestler Field Spelljét. Az ugyanis azt csinálja, hogy ha van Dino Wrestler szörnye térfeleden, akkor minden játékos csak is egy szörnyel támadhat minden battle phase-ben. Plusz ha egy Dino Wrestler szörnyem támad, akkor kap 200 atakot a damage calculation idejére. Ezek mellé még speccelni is tudok egy Dino Wrestler szörnyet deckből, ha az ellenfélnek több szörnye van, mint nekem. Ehhez csupán banisolnom kell Graveből ezt a lapot. A nem extra szörnyei már kicsit vegyesebbek. Ott van például a Pankratops, amit szinte mindenki ismer. Ő annyira jó, hogy sikeresen limit egyen van. A többi, mint mondtam, igen vegyes, de megemlítek párat, ami szerintem egészen jól használható. Kapaptera, aki targettal ugyan, de tud szendelni körönként egyszer. Koelazilét, aki lejön specbe, de sajnos csak once per duel. Ő a tunerje egyébként a paklinak. Eskrima Menchi. Ő Koelazilét után le tud jönni tribute nélküli normálba, és velük már jöhet is a szinkró. Plusz, Grave-be is egész jó effektje van. Ha az ellenfél az én körömbe speccel, akkor targetol egy 4-es vagy kisebb szörnyet a Grave-embe, és specceli, magát pedig visszaadja kézbe. Ergo visszahoz a Koelazilétet, majd az effektje által megint lejön. Valeonix, lejön specbe, ha csak az ellenfélnél van szörny.
Ezek mellé még persze az igornadraka, de ő még nem jött ki. Némelyiknek egészen hosszú és bonyolultnak tűnő effektje van, amik össze-vissza aktiválódnak, úgyhogy nagyon kell figyelni, hogy éppen milyen lehetőségeid vannak, de ez szokható a dolog. Szóval, mint láthatjátok, egészen jó lapjai vannak a Dino Wrestlernek, és én igazán szeretem használni. Folyamatosan próbálom belőle kihozni a legjobbat, és rejtett kombókat is keresek. El kellene neki még pár spell, esetleg néhány trap, meg talán egy Link 1-es lény is, de ezek nélkül is egy tök jó archetype-ról van szó szerintem. Írjátok le kommentben, hogy mennyire tetszett nektek ez a videó, és hogy legyen-e folytatása más paklival. Sziasztok!